Hát én többféle iskolába tanítottam már, nekem a legfontosabb itt, ezt mindig elmondom, a kollégák. Itt egy olyan tanári kar van, akik annyira személyes figyelemmel törődnek a gyerekekkel, hogy egy nagyon-nagyon jó együttműködés van. Ezt én úgy tapasztalom, hogy ez egy nagyon ritka kincs. Együtt tudunk megoldani szakmai kérdéseket, emberi helyzeteket, gyerekekre odafigyelni, tehát nem elszigetelve érzi magát az ember ezekbe a küzdelmekbe, hanem egy nagyon szoros csapat áll mögötte. Hát az osztálykirányban is nagyon jók voltak nekem a nyílt napok, maradtak még nagyon meg. Persze kicsit segítettünk, de a nagy rész, amit a jó része az volt, amikor csak visszamentünk az osztályterembe, aztán a megrendelt pizzát elfogyasztottuk. A gyerekek életében olyan meghatározó korszak, ez a 10-től 18-19 évig tartó időszak, amire azt gondolom, hogy nagyon jól meg kell fontolnia egy szülőnek, hogy hova szeretné küldeni a diákjait. És itt mi nálunk jó közösséget talál, kiváló tanárokat talál, és akkor így azt gondolom, hogy ide érdemes hozni a diák, vagy a gyerekeiket. Nem véletlenül az én gyerekeim is ide jártak, ugye? Még annó nem is én kerültem ide először ebbe az iskolába, a mi családunkból, hanem a nagyobbik fiam. Úgyhogy immár ez 18 éve tart a mi családunk és a Piarista Gimnázium gyümölcsöző kapcsolata. Mi még diákként a szemközti Kolpingházba mentünk, hiszen ott volt egy darab informatika terem, és oda jártunk át informatikát tanulni. Ma három korszerű informatika termünk van, és közel 100 laptop van az iskolában. A valamennyi tanárunknak van laptopja, és diákjaink is tudják használni. Most a digitális korszakban a legtöbb készülék otthon van, de laptop bázisaink, mobil laptop bázisaink vannak, amelyet a diákok tudnak használni a tanórán is.